Nálunk is nagyon fontos volt, hogy lehessen dopingolni és csalni. Ez egy fantasztikus lehetőség Magyarországnak, hogy az első magyar kutyavizes világbajnokságot meg tudtuk rendezni. Szeretnék 3 bírót a toronyugráshoz. Zserba már majdnem fönn van a torony tetején, már majdnem fönn van, de még nem tudja pontosan, hogy hogy csináljon. És... gyönyörű ugrás volt. A célterület még nem egészen, de... 6, 7 és 4. És... Különleges helyzetben van, mert ő még nem járt a városban, úgyhogy nem is látott ennyi kutyát, ezért nincs elengedve, mint a többiek. És azonnal Mása fönt van a torony tetején! Mása mindjárt leugrik, igen! Nálunk is nagyon fontos volt, hogy lehessen doppingolni és csalni, tehát emiatt is került 12 milliárd forintot kizárólag arra fordítottunk, hogy a kutyák megfelelő táplálékkal legyenek ellátva. Run, 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 run. Micsoda szinkron! Azt a mi Félkót egész pontosan nem tudjuk, hogy milyen fajta. Körülbelül 2 hónapja hoztuk el egy nagyon kedves hölgytől, aki egy menhelyről hozta el korábban. Mi az ő erőssége, melyik szám? Neki tulajdonképpen minden, hogyha sikerül eltalálni a megfelelő időpontot, hogy mikor menjen be a vízbe. Hogyan készültetek erre a versenyre? Hát a kutyáim nagyon szeretnek úszni, úgyhogy mi hetente többször úszunk. Edzésszerűen 3-4 kilométereket. Ő terápiás kutya. Gyerekekkel terápiázik, autista gyerekekkel. A gazdinak azt kell leutánoznia, amit a kutyája a vízben csinál. Pontosan azt csinálja. De most a... ja, Maja, azaz. Maja úgy tipistelik, de egyformán csinálják. Nagyon szép. Az úszáshoz kondíció kell, megfelelő táplálkozás, úgyhogy a fehérjeporokat toltuk ezerrel. Ki van az aportírozásra, gyerekek? Én. Amikor eldobod a labdát, vagy bármit, amit a kutya szeretnéd, hogy visszahozzon, elindítjuk a stoppert, visszajön ki hozzá, akkor állítjuk le. Csináld! Gyönyörű megúszás! Azt a zserből gyönyörű pillangóval! Azt a mindenit! Már lassan megvan a harmadik hely! Vizes VB költségei lassan elérik az 1 milliárd forintot. Nagy tapsot kérünk a Vizes VB költségeinek! Az a baj, hogy szerintem a számláló még le se állt. Tehát ki tudja, hogy mennyibe fog ez a végén kerülni. Ez egy óriási kitörési lehetőség, tehát ahogy itt a Városligetben is láthattuk, kb. 350 millióan látogattak el Magyarországra. A világ összes pontjáról özönlöttek ide a kutyák, ahogy láthattuk. Én azt gondolom, hogy legalább 6 milliárd ember nézte a becslések szerint ezt a rendezvényt, úgyhogy mindenképpen ez országimásnak igen jelentős. Run, 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 run.